Üdvözlök mindenkit, Necrocrim vagyok, és jöjjön kód végső, Black Ops 3 végső konklúzió. Egy elnézésekkel kell indítsa srácok, nem fogjátok látni a single playernek az utolsó részeit. Végig játszottam, és nem tudom mi van a rögzítővel, de annyira nem tudom, ilyen pixelesen vette fel az egészet, hogy teljesen végig az utolsó egy óra, az teljesen pixelesen vette föl, és nem, egyszerűen nem tudok vele mit csinálni, tehát valami van, volt a Shadow player, vagy a játék, ahogy ugrált az FPS, nem tetszett neki, és ilyen, nem tudom, hülyén rögzítette le, és uh, kicsit sajnálom, mert jó lett volna nettetek volna így a végkimenetel, de minden esetre jöjjön egy ilyen kis uh, végső összefoglaló, sajnos ez, ez történt, tehát nem tudok vele mit csinálni. Uh, Beszéljünk egy kicsit a single playerről. A story gyorsan elmondom, röviden lényegében, hogy így érthető legyen azoknak, akik nem. Ugye az egész onnan indul, hogy volt egy létesítmény, ahol emberekkel kísérleteztek, hogy létrehozzanak egy mesterséges intelligenciát, ami ar arra irányult volna, hogy gyakorlatilag az embereknek a gondolatait felügyeljék, hogy meg tudják előzni azt, hogy meg, meg tudják előzni gyakorlatilag ugye a terrorista támadásokat, stb. Szóval, hogy egy ilyen lépés hol létrehozzanak. Na, és megalakult ez a mesterséges intelligencia, megszületett gyakorlatilag, és ugye ez több lélekből állt össze, több embernek a lelkéből állt össze ez a mesterség és intelligencia, mm. és gyakorlatilag mit, csinált? Ez keresett választ, hogy miért lett megalakulva, miért alakították meg, mi az ő élet célja, és a többi, és a többi. És emezen kutatta, és miközben próbáltuk ugye megállítani, őt, és uh, kideríteni, hogy a társainkat miért vette uralma alá, vagy miért nem vette uralma alá, és a többi, és a többi. Szóval, uh, és amire eddig, eddig a pontig így végig teljes értékben így ilyen lineáris uh, uh, story vezetés volt, és az egyetlen meglepetés igazából a legvégén volt, aki játszott a történettel. A uh, legvégén ugye mi a játékos magában a Korvusnak a a világában harcolunk ellene, és megjelenik ott előttünk az egyik társunk, akit uh, halottnak hittünk, és kiderült, hogy Kórusz létrehozott egy ilyen uh, belső világot, ahova mindazok a lelkek uh, bebocsátást gyertek halál után, és ott élhettek tovább gyakorlatilag, és ez volt a, az egésznek a leg, egyik legérdekesebb pontja, hogy korusz egy haláli utáni életet hozott létre egy ilyen virtuális valóságban, ami azért eléggé ö, érdekes dolog van, mint ez egy elég érdekes fordulatot, és a legvégén ugye a társunk, akit halottnak hittünk, kiderült, hogy ő. A Corvus világában úgy él, mint a Neo élt a Mászrixban egy ilyen glitchként, egy ilyen uh, szabad lélekként, akit Corvus nem vett irányítása alá, és az ő segítségével végül megállítottuk corvus és a vége volt a leg, legérdekesebb, a végén, mikor uh, így legyőztük corvus és... Uh, egy jön egy katona velünk szembe és megkérdezi, hogy mi a nevet katona, és azt válaszoljuk rá, hogy télön, és a társunknak a nevét mondtuk rá a végén, tehát valami olyasmi lehetett a végén, hogy a végén a, talán a társunk átvette az irányítás korvusz felett, és, és a lelkét, vagyis a tudatát belénk költöztette. Tehát egy kicsit tisztára olyan volt, mint a... Nem is tisztára, teljesen olyan volt ebben a szempontból, mint a Crisis 3-nak a vége. Gyakorlatilag, hogy... hogy Uh, egy másik ember tudata élt egy, egy, uh, egy, testben gyakorlatilag. Tehát elég érdekes kompozíció volt, és uh, uh, így igazából elgondolkodtató, és közben mondtam is ott a single player alatt, hogyha rendesen rögzítette volna, nagyon állom nektek figyeltek be a Ghost in the Shell Standalone Complex uh, sorozatot, mert az ez, ez, a témakör, ezt a témakört boncolgatja, hogy ugye lelkeket tudunk-e beletenni egy mesterséges, egy mesterséges világba, ugye egy ilyen elektronikus világba, és hogy ott tud-e tovább élni az emberi lélek, és például a Ghost in the komplex alapvetően ezt a témát boncolgatja, és is segíti megérteni, hogy milyen lehetne egy élet egy ilyen á, világban. Azt kell, hogy mondjam én. Úgyhogy a téma a téma maga á, izgalmas, és így egy jó, egy jó téma felhasználni játékban, filmben, akármiben. És csak nekem az volt a bajom hogy ezzel a single player hogy nagyon lineáris volt és nagyon kiszámítható volt már, már gyakorlatilag az első egy-két küldetés után, amikor már rájöttél, hogy nagyjából mi a téma, és emiatt egy kicsit unalmassá vált a végére, de hogyha az ember elkezd filozofálgatni az, ezen a témán, hogy a halál utáni élet egy gépben, akkor sok kérdéssel ilyen sok kérdés merül fel, és sokat lehet fölötte így vitázni, egy jó sör alatt, meg egy cigi alatt, az az igazság. Szóval ebből a szempontból jó volt a téma. Szerintem szóval, hát egy olyan elgondolkodható témát csináltak, csak az, hogy az egészet egy ilyen lineáris játékmenetben és gyenge fordulatokkal ö, fűszerezték meg. Na, no. viszont ö, azt kell, mondjam, hogy Uh, Sokan kérdeztétek, hogy meg fogom-e venni ezt a Call of Duty -t. Lehet, hogy egyszer megveszem, amikor már tényleg ilyen nagyon alacsony lesz az ára, és, uh, és akkor mit tudom, időnként játszok vele, de nem hiszem, hogy fogtok látni a csatornámon Call of Duty többet már, mert egyszerűen um, tú túl, sok évet játszottam már vele. Tíz év Call of Duty nekem most egy kicsit már elég volt, már annyira nem nyújt újat. Viszont azt el kell mondjam nektek, hogy eddig közes távon az elmúlt egy-két év legjobb Call of Duty-a. Szóval egy, uh, tényleg egy Uh, jó felüdülés uh, igazából ez a multiplayer, úgyhogy annak, akik még mindig így kotfan és szereti a Call of Duty-t, uh, van akivel játszani és a többi, akkor azt mondom, hogy ez egy jó kód, és így megéri uh, befektetni hosszú idő után, tényleg, tényleg egy jó kód, jó multiplayer, egész kibalanszoltnak tűnik, és uh, nem nagyon hallom a nagyobb youtube sem palaszkodni rá igazából, szóval ez lehet, hogy, hogy tényleg egy olyan kod, amit, amit javaslok, hogy még várjál, várjál vele, mert megvannak, hát állítólag ugye megvannak azok a hibái, még a játék folyamatossága, hogy az az egér hiba, vagy a, uh, FPS probléma, stb. Tehát a shooternél az olyan kritikus, hogy ne ugráljon az FPS, ne le, FPS ez legyen kötve az egér irányítás, és, és a többi, és a többi. Tehát ezeket az apró hibákat még azt hiszem, hogy ki kellene Uh, küszöbölni. Természetesen Xbox, Xbox uh, One-on és PS4-en ez ilyesmi kell, nem nagyon van probléma. De a PC-seknél azért még akadnak egy-két gondot. Kicsik elszomorító abból a szempontból, hogy azt ígérték, hogy egy tényleg játszható PC-kodot kaptuk. Ahhoz képest egész jól teljesítették ezt a dolgot, csak ezeket az apró dolgokat, mint például hogy az egér, ami létfontosságú, ez a játék, az jól lenne jobban kiküszöbölni, mert nagyjából azért megoldható, de azoknak, aki például ugrál az FPS, vagy összeomlott a játék, vagy nem akart elindulni, hát ezek ez eléggé... Nagy problémák voltak. A másik meg ugye jön? a karácsony, húsvét, anyám kínja és a Steam is, és legtöbb ilyen gamer oldal uh, le fogja árazni. Ajánlom figyelmetekbe a G2-t, ugye a link a videó leírásban, ott uh, azért nagyjából olcsóban meg lehet kapni uh, a Call of duty és gyakorlatilag minden más játékot azoknak, akik már digitálisan vásárolnak tartalmat, most szerintem sokkal jobban megéri, mint a Steam-en megvenni a dolgokat, de érdemes kivárni, amíg így jól leárazzák valamilyen ünnep alkalmával, vagy bármilyen alkalommal, és, és gyakorlatilag akkor érdemes megvenni, mert, mert van úgy, tett tényleg egy jó kód, és úgy néz ki, hogy, hogy megéri az állát. De részemről, um, hogy úgy mondjam, valószínűleg valószínű semmit nem tudok ilyen színen garantálni, de egyelőre én így a, a kodos videóz, videózgatás lehet, hogy így a tippek terén, hogy ilyen kod trükkök, stb. Amit, amit eddig csináltam, az most így abba fog maradni, hogyha látok is kod uh, Multiplayert, akkor valószínűleg ilyen nosztalgia miatt, és stb. ilyen, ilyen dolgok miatt uh, fogtok látni, hogyha megveszem a Black Ops 3-at, mert le lesz olcsózva, akkor lehet, hogy egy kicsit elkezdek vele foglalkozni, és a többi meglátjuk, hogy mennyire lesz részletekről erre um, igény, és uh, ez majd kiderül, mert nekem a jövőben azért vannak komolyabb um, terveim is ezt, uh, ilyen dolgokat illetően, de erről majd később tájékoztatlak titeket, hogy mit, hogyan és merre lesz, de, de addig is, valószínűleg Star Wars Battlefront lesz, még lesz egy kis Warframe, most nagyon élvezem azt a játékot is, hogyha úgy alakul, hogy a kód olcsó lesz, és azt mondom, hogy na, játszunk uh, vele, akkor kodot is fogtok látni, de hát majd uh, kiderül, hogy milyen uh, téma keretében, De ennyi lett volna ez a videó. Köszönöm a figyelmet, köszönöm, hogy végignéztetek az eddigi um, singleplayer részeket, és hát remélem, hogy tovább is fogjátok élvezni a csatornát, és hát, ja, sziasztok!